Kividentettem idén, először én is kipróbálom, hogy milyen ez a zsákban macska téma, úgyhogy megnézzük, mit rejt a doboz. Tartsatok velem a főcím után! Nagyon izgatott vagyok! Utoljára, talán két éve az Európa kiadónak, volt zsákba macskája, amit így vettem. Azóta nem mertem belevárni semmi ilyesmibe. Úgyhogy izguljatok velem. Várjatok, mert így nem fogtok látni. Így. Nincse! Hoppá! Emberi, nagyon is emberi kettő, ami nem túl jó hír, hiszen az elsőt sem olvastam, de nem baj, nincs úgyhogy maximum beszerzem az elsőt is hozzá, ez jól hangzik nagyon. Hoppá, David Mitchell, szellemírók, aki látta és olvasta a felhőatlaszt, az valószínűleg ismeri az író nevét. Engem már a felhőatlasz is lenyűgözött, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Eddig nagyon jó az összetétel, már meggyőztek és már megérte. Azt mondja, hogy kanálhajlítók Daryl Gregory. Ezt nézzétek, tehetséges álmodozókról és a mindannyiunk mögött ott lévő láthatatlan erőkről. Életemben nem hallottam róla. Ciki nem ciki, de barom jól néz ki. Meg tetszik a cím is, ez eddig nagyon jó. Ú, Jojo Moyes Párizs szólóban. Jézusom, hát ez egy rohadt jó kis kupac. Úristen. Nagyon jó. Oké, okay. George R. R. Martin, Wild Cards. Ennek csak azért nem örülök, mert ez már megvan, úgyhogy jelzem, hogy van egy eladó példányom, de amúgy rohadt jó ez is, de nagyon érdekelt ez a sorozat, és nekem bejött, úgyhogy amúgy is ajánlom. Justin Go, Porladó árnyak, Történet az eltűnt időről. Ez is marha jól hangzik amúgy. Wow! Jó, most nem kezdek el beleolvasni, bocsi, de ez is marha jól néz ki. Aztán azt mondja, hogy Robert Charles Wilson, misztérium. Törökországi ásatások során különleges leletre bukkan egy amerikai régész csapat. Mú, uh, ez ilyen skifi sztori, ezeket imádom, úgyhogy hát eddig. Zseniális. Ricardo Pilla, talán, mert hogy dél-amerikai. Éjjeli vadászat. Hát talán ez az első, amire nem feltétlenül ugrok rá rögtön, de még akár esélyt is adhatok neki. Ó, oh, James Dashner Halálkúra! Oh, gyerekek! Útvesztő trilógia harmadik kötet. Úgyhogy nyilván nem tudom ezzel így mit kezdjek, de érdekelt az útvesztős történet. Nem voltam teljesen oda a könyves verzióért. A film is ilyen nyögvenyelős volt, de ezek után, ha már itt van, még az is lehet, hogy tényleg el fogom olvasni, ösztönzésnek tökéletes. Hát ezt így nem tudom hova tenni. Ez így a csomag alján. Magyar-német kézi szótár. Tehát, hogy így... Ez most hogy? Mi ez? Miért? Hát ez... nagyon mindegy. Oké, jó, próbálok nem kiakadni, de na, tehát, hogy Tényleg, mit kezdjek vele? Ismét egy eladó példány, és ennyi, kiürültünk. Azért ez egy nagyon jó arány, ha megnézzük. Nyolc könyvet raktam az olvasandók közé, és kettő az, amire azt mondom, hogy... vagy, vagy egyáltalán nem. Tehát, hogy így ezzel nem tudok mit kezdeni. Úgyhogy szerintem... 6000 forintért tökre megéri ez a zsákba macska téma, most nem reklámozni akarom egyik kiadót sem, de szerintem azért ezek korrekt címek. Nyilván azokat nem tudom megérteni, hogy harmadik rész, második rész, mi volt? Volt még egy, ami ilyen sorozat volt. Ezt a részét ezt kevésbé értem, hogy miért rakunk be egy sorozat x-edik kötetét, miért nem az elsőt, hogy felkeltsük az olvasó érdeklődését. Nyilván ezek nem a top listás termékei egyik kiadónak sem, tehát ezt is értem, de, de ez, ezek, ezek, így, így furcsák nekem, hogy így bedobunk egy harmadik részt. Na mindegy! Élünk a lehetőséggel, és majd jelentkezem, amikor olvastam őket, mert a nagy részét szerintem ennek elfogom. Úgyhogy szerintem ez egy szuper választás volt. Remélem, Élveztétek ezt a gyors bemutatót, nagyon sokat nem tudok róluk elmondani még, de majd jelentkezem. Köszönöm, hogy velem tartottatok, tegyetek így legközelebb is, olvasok tovább, most már megint van mit, és nem sokára jelentkezem az újabb ajánlóval is kibeszélővel, de addig is. Itt lesz nektek két videó, amit meg tudtok nézni hallgatni, illetve tudjátok odalent mi a dolgotok, legyetek jók, olvassatok sokat. Sziasztok!